meg a hagyománya volt ennek a kézilabdának. Ugye 73-ban születtem, és a szüleim ugye itt Ülkigyorsan laktak. Elkezdtünk iskolába járni, ugye Skala, Skalicki Laci, de mindenki csak így ismerő Skala. Ő azért nagyon sok mindent letett itt Ülkigyorsan, ugye voltak itt elődje is, a Felföldi István, tehát itt volt egy nagyon-nagyon nagy hagyomány a kézilabdának, ugye a NB1B-be feljutott akkori TS csapat volt még, ugye mindenki, tehát foci vagy kézilabda volt. És akkor én is először fociztam, és negyedikes koromban Skalicki Laci átsábított, mint testnevelő tanárom, kézilabdázni. Én egy kis dagi gyerek voltam, tehát a hatodikos koromig nagyon kevés voltam. De akkor a mesterem úgymond behívott, és azt mondta, hogy lehet belőlem kézilabdás, ha teszek érte, és lefogyok ennyi meg egy kilót. Hát én nem tudtam elképzelni, hogy hogy csináljam ezt. Azon a nyáron, azt soha nem felejtem el, hatodikban eljöttünk a nyári szünetre, 14 kilót fogytam, egy-két hónap alatt, szűk másfél hónap alatt, inkább így mondom, és hát lehet, hogy ennek is köszönhető, de ahogy elindultam én ez az úton, az biztos mindenféleképpen Skalának vett. Tehát az egész mindent neki lehet köszönni igazából, de ez volt, ami a legelső momentum volt, ami elindított ez a kézilabdás felfutásom sorára. És Balicski Lászlót emlegeted, az tulajdonképpen az indított el ezek szerint a pályán, és ő mit látott benne? Mivel amikor leültünk beszélgetni ezen az ominózus napon, azt mondta, hogy nagyot lövök, akaraterőm van, azt meg tudom csinálni, amit eltervezek. Hát, hogy mit látott bennem, azt ő tudná elmondani, de úgy látszik, hogy nem olyan sokat csalt a szeme. Én azt mondom, hogy ő akkor itt már teremtett egy olyan hagyományt ennek a kézilabdának, amit minden fórumon, minden újságnyilatkozatomban lenyilatkoztam, és le is fogom nyilatkozni, hogy itt most ebben a mostani világban arról beszélünk itt állandóan, hogy kézilabda akadémia. De ugye ez még akkor nem lehetett így hívni, mert ez egy Ülkigyorsi általános iskola volt, de ha megnézed, egy kis kézilabda akadémia volt itt. Tehát ha csak a játékosokat nézed, hogy kit termelt ki, több válogatott, több NB1-es játékost, még valaki most is NB1-be játszik, a neveket emlegetem, a Balog Józsi, Fekete Laci, Arató Tamás, több NBA-es B-válogatott meccseik voltak, ugye nem akarok senkit kiadni, Bólentani, de sorolhatnám, tehát a Gazsó Metitól kezdve a Gedó Misiig, tehát itt volt egy olyan hagyomány, amit el nem tudsz képzelni, tehát volt egy diákolimpiai döntő, az nem múlhatott el úgy, hogy Ülkigyorsi csapat ne legyen, sőt, mint hogy egyszer meg is nyerték, még a Balog Józsiék, mikor általános iskolások voltak, meg a Jarabek Szabolcsék meg másodikok lettek, azt hiszem, Diákolimpián, tehát ez maga egy akadémia volt már akkor. Tehát ezt ki lehetett volna mondani nyugodtan, Ülkigyorsi akadémia, csak akkor még ezt a szót nem használtál. Azt írja itt az írás, hogy a posztja balátlövő. Te mindig balátlövő voltál? Igen, tehát azt nem lehet rámondani, de igen. Tehát balátlövőben játszottam nagyon sokat, de a belső hármas pozícióban ugye milyen rendszerben játszik a csapat, tehát lehet irányítót, valaki három átlövővel játszik, tehát akkor játszottam egy jobb átlövőt is, meg irányított, de az is csak átlövő. Tehát nem szervező játékos voltam, hanem inkább befejező játékos. Az Ülkigyorsi szereplés után elkerült a Békés Csabai előre. Ez hogyan sikerült az a váltás? Hát nagyon nehezen, tehát még mai napig bennem van, mert ugye megkerestek nekem, akkor Csabán elkezdődött egy olyan építkezés, ami az NB1-es csapat volt. Tehát nekem, amikor lefogytam ugye ezt a 14 kilót, nekem egy NB1-es kép volt kint előttem, és úgy edzettem otthon, meg a többiek mentek a strandra, még akkor működött Ülkigyorsan a strand. Én mentem ki futni, befóliázva, és mindenki kérdezte, hogy hova megyek. És én azt mondtam akkor, hogy én NB1-es játékos akarok lenni, és abban a csapatban fogok játszani, és válogatott sportoló leszek. Hát akkor kijöltek igazából, mert hát rám nézett valaki, akkor ezt ki nem gondolta volna. De hál' Istennek sikerült. És ami még óriási dolog, hogy az a képen, aki akkor kint volt a szobámba, egy ilyen újságból vágtam ki a Békés megyeiből, azokkal a játékosokkal én játszottam itt Békés Csabán két évet. A Bogárdi Ottóra gondolok, a Lovász Tibire, Szent Mihályra, tehát ne soroljam azt a nagy csapat, úgymond nagy csapat, nekem a szememből ők voltak akár, és fel sikerült mennem hozzá, és velük játszottam két évet, és mai napig tartom velük
barátságot, de kérdésedre ez a válasz, hogy hogy sikerült, én megtaláltak ők engem, hogy beleférnék az elképzelésbe, hogy menjek el Csabára játszani, mert ugye akkor Kígyós már NB2-be játszott, Csaba meg NB1-be. Tehát ez egy nagyon nehéz váltás volt, emlékszem, itt edzettünk a betonpályán, ugye, ami már sajnos megszűnt. És edzettünk, bementünk az öltözőbe, és akkor leültem a többiekkel, ugye nagy öregekkel, Bacsa Pistával, és akkor megbeszéltük, hogy mi lenne, és mindenki mondta, hogy hát ez az én döntésem, de ő szerintük el kell menni, ha én akarok ettől a sporttól valamit, mert oké, nagyon szép az, hogy NB2-ben játszik az ember, de ha valamit akarsz a kézilabdát, azért csak ki kell próbálnod, és ide mindig szeretettel várnak vissza. Úgyhogy most ez meg is történt már, mert most itt játszok új Kígyóson, újra. De akkor nehéz volt a váltás, de úgy érzem, hogy meg kell csinálni. Tehát ez a Békéscsabai irándulásod 4 évig körülbelül 4 évig tartott. 89-től 93-ig Puskásra közbeírt ez a papíromban. Mégis véget ért ez a időszak, és látok itt egy elektromos beírást. Igen, hát van egy óriási elődöm, aki Balogh Józsi, hogy fönt volt előttem, azt hiszem 1 évet vagy 2 évet játszott a elektromosba. Ugye akkor engem elvittek már itt, mert akkor már kezdtem kibontakozni itt Békéscsabán. Akkor már meghívtak a B-válogatottba, a junior válogatottba, és akkor ugye jöttek folyamatosan ezek a bombázások, hogy most ide jössz, oda jössz játszani. És ugye Józsi már fent volt az elektromosban, és akkor így adott volt az egész pálya előtte meg volt nyitva, hogy hova megyek. Tehát hívott a Szeged is, hívott a akkor még Fotex Veszprém néven indult, most már BMKV, de mégis az elektromost választottam, ami szerintem egy nagyon-nagyon jó döntés volt, mert ott az elektromossal azért olyan sikereket értünk el, ott ugye be volt már akkor az egész mezőny, be volt mindig úgy állva, hogy Fotex Veszprém első, tehát ott nem lehetett őket leteszíteni a bajnokságról. Ugye a Szeged az mindig örökös második volt, egyszerűen meg tudták megvenni a Szegedet vagy a Veszprémet a meccsen. Mi meg általában a Győrrel, még akkor volt a Győr, akkor nagyon nagy győri csapat volt, mi állandóan mentünk a harmadik helyért, de általában mi szereztük meg. És ami nem mindegy, tehát a Magyar Kupában egyszer sikerült megvernünk a MKB Veszprémet 7-esekkel, ami egy óriási élmény, tehát az egyik a pályafutásomnak az egyik legnagyobb eredménye szerintem. Hát mégis, Nyíregyházán kötöttél ki. Hát igen, tudod, ez úgy működik itt a kézilabdázásban, hogy az emberek mindig váltani kell. Tehát amikor már érzed azt, hogy 4 évet voltam, ugye 4 évet voltam a legtöbbet Pesten, a Tromosba, onnan váltani kellett, mert ugye az ember nem beleszürkült, csak ott mindig vannak gondok, tehát kisebb-nagyobb gondok, akkor jöttek el, privatizálták az elektromos műveket, jött egy másik lehetőség, ugye ez majdnem olyan, ez a kézilabdás élet, hogy mint egy piacon, hogy ki ad többet, tehát most hova mész, nyilvánvaló pénzből élünk, nem mindegy a pénz, mert a kézilabda szeretetét, hogyha nem tudják pótolni a pénzzel igazából, de azért azt is kellett nézni, akkor már ugye családdal voltam fönt Pesten, onnan lépni kellett el, mert Nyíregyházára, ami szerintem megint egy, azt mondom neked, hogy egy csodálatos 2 évet töltöttem Nyíregyházán, akkor mégis a mai napig, amikor visszamegyek Nyíregyházára, mindig megismernek az emberek, pedig már eltelt jó néhány év, mindig megismernek az emberek, és akkor mit csináltunk Nyíregyházán egy olyat, jó, nagyon jó csapatunk volt, hogy 1,5 évig veretlenek voltunk otthon. Tehát ez a 3000-es nyíregyházi csarnok, amikor most elmentünk, játszottunk 120 ember előtt, akkor 5000 ember volt, tehát a tűzoltók is már nem akarták beengedni a többi embert, mert katasztrófa védelem szempontjából csak 3000-esre van hitelesítve, de ilyen 4-5000 ember minden meccsünkön volt, és borzasztó hangulat. Volt olyan nyíregyházán, volt például olyan emlékem, hogy nem jött meg a két bíró, nem tudott odaérni Pestről, akkor a hóvihar volt. Ugye az 5000 ember dugik volt, és senki nem mozdult el otthonról, vagy a csarnokból, kiitták a büfének az összesbe, kiették. Tehát olyan volt, mint hogy a Sáskaraj megtámadott volna valamit, és nem mentek el, és a meccs 3 órával később elkezdődött, és 2-vel megvertük a pontosan a Dunai városra játszottunk, ahova utána való évben igazoltam. Dunafer. Hát gondolom, hogy ez a vándor életmód, mentünk utána a Dunai városba. Tehát akkor Fotex KC, és utána léptünk egy nagyot, ami az MKB-nál volt. Én voltam kint egy ilyen 3 hónapot a Alszatban, mert ugye ott is voltak ilyen gondok, hogy a pénzzel, mint a kézilabdában, meg a sportban, mindenhol arról szól az egész, hogy a pénzzel elkezdenek mahinálni az egyesületi vezetők egy idő után, mikor már nem annyira
teljesítesz úgy, ahogy ők elállt, nem 15 gólt tudsz lőni, meg 10-et, hanem csak 8-at, akkor mondják, hogy na, akkor ennyit csökkentünk a pénzből, annyit, és akkor az embernek lépni kell, mindig tovább kell lépni, és akkor döntöttünk egy nagyot, ugye Nyíregyházán született meg a kisebbi fiam Balázska, akkor már 4 tagú volt a család, mert ugye Bence, ő már nagy gyerek volt, na, lépjünk egy nagyot, gondoltunk egyet, és kimentünk Athénba családostól, mondtuk, megpróbáltuk, de... Nem menjünk oda, inkább mi lenne ezt a katari esetet? Hát igen, ez a katari eset, ott család nélkül voltam, tehát akkor azt mondtam, hogy az... Ez nem itt van Magyarországon. Nagyon szép volt, nagyon jó volt, tehát azt úgy képzeld ezt a katari kirándulásomat igazából, tehát ott a pénz náluk nem számít. Kivittek erre a 3 hónapra, ugye ott ilyen nagy játékosokat, mint a Perez például, most Perez kivitték, már egy évre szerződtették. Jó, én nekem óriási lehetőségem volt, hogy ki tudtam menni 3 hónapra, hogy egy teljesen más kultúrát, teljesen más embereket kellett megismerni. Nagyon nehéz volt, ugye, mert én nem beszélek igazából angolul, megértek nagyon sok mindent, ott azért megtanult az ember egy picit, de én belekerültem ott egy olyan közösségbe, ami számomra meghatározó volt, vagy hogy mondjam, a további életembe, mert ugye mindenhol, akárhova igazolsz, tehát ha megnézed a szerbeket, ha már van 2 szerbe csapatban, akkor a következő évben lesz 5 szerb a csapatban. Tehát ez egy összetartó nép a szerbek. A magyaroknál ez általában nem így van. Tehát a magyarok kimennek, ha már van 2 magyar játékos egy csapatban, jövőre biztos nem lesz egy sem, mert kinyírják a magyarok egymást, nem tudom, hogy miért van ez. Ott viszont Katarban megéreztem egy olyat, ami nagyon-nagyon-nagyon tetszett, és nagyon meglepő volt számomra. Ott volt egy olyan magyar közösség, amit el nem tudok mondani, hogy mit adtak nekem abban a 3 hónapban, mert ugye a családom itthon maradt, én oda kerültem a nagy semmibe, és ugye ők egyből felkaroltak. Tehát ők is ilyen edzőkként a különböző kluboknál, és mondom, tehát az az összetartás, ami ott van náluk, tehát azt tanítani kéne a magyar embereknek, akkor nem így tartana az egész ország szerintem. Nekem olyan születésnapi partit rendeztek, ott voltam 30 éves kint, pont. Olyan születésnapi meglepetés parti volt, mert még a mai napig kiráz a hírek, hogyha rá gondolok, és csodálatos volt. Csodálatos volt az a 3 hónap, de a másik része viszont a katari emberek is... A vezetők furák. Tehát ezt hosszú távon nem tudtam volna elviselni, ugye náluk van a pénz, tehát az emberrel úgy bánnak, mint egy utolsó rabszolgával. Te lőhettél 15 gólt, mert az első tornát, amit kimentünk, egy ilyen klubcsapat világbajnokság volt, nem hivatalos klubcsapat világbajnokság volt, azt megnyertük, úgyhogy lőttem a 7 meccsen 93 gólt. Tehát hatalmas parti volt, meg minden utána, de mégis utána mégis úgy bántak az emberre, mint ezt elfelejtették volna. Ez természetes volt nekik, ezért igazoltak, ennyi. Akkor menjünk Görögországba. Hát azt meg pont a olimpia előtt mentünk ki családostól, de már Istennek ki tudtam vinni a családot. Hát itt a kultúrákról beszéltem az előbb, ott meg megint egy teljesen más kultúra, ugye ezek az arabok rohannak, mindenki csinál, kapkod mindenki, soha nem tudják, hogy mi van, de viszont ide kimentünk Görögországba, ez meg egy nyugalom szigete. Tehát ők mindenre ráérnek, mindenre csak azt mondják görögök, hogy kálma, ráér, kálma, kálma. Minden kálma volt, és nagyon jó volt, tényleg olimpia előtt voltunk kint, és tehát akkor már lehetett látni a olimpiai falukat, mindent, tehát voltunk kint ilyen előolimpiát, megnéztük a családdal, az olimpiára nem maradtunk kint, és az első évben ott hál' Istennek egy magyar csapattársam is volt velem kint, Szegedbe védett a Fekete Robi. Nagyon jól éreztük, ma egymás mellett laktunk. Az első évben 4-ek lettünk a bajnokságban, ami ennek a kis csapatnak, mert akkor kerültek föl. Egy óriási eredmény volt, egy országgyűlési képviselő volt a mi csapatfőnökünk. Ugye ott is parádé, örült mindenki ennek a 4. helyzetnek, de mondták, hogy jövőre meg kell nyernünk a bajnokságot. Hát mondtuk, hogy jó. Erre már a Robivannak sajnos nem volt lehetősége, mert a Fekete Robit akkor már elküldték. De lett egy másik magyar játékos, akit én vittem már ki személyesen, a Bene Tomi, ő is családostól kijött, és nagyon-nagyon jó éreztük, megnyertük a bajnokságot, megnyertük a görög kupát, megnyertünk mindent. Mindenki megkérdezte a pályafutásom során, miért jöttem én haza onnan. Tehát igazából azért jöttem haza, mert a kisebbik gyerekemnek, így is Balázsnak, egy évet már most kellett volna, hogy ballagjon, de most 7-es volt még csak ebbe az évbe. Azért, mert hogy hazahoztuk, és ő közösséges szokja. Tehát ő kint a feleségem,
a Bencét is tanította. Bencét kint volt 2 évig magántanuló, 7.-8. pedig azért egy 7.-8. gyereknek az az igazi, hogyha még ott van a közösségbe, de hál' Istennek nagyon-nagyon jó lett így, mert ő sokkal előrébb haladt, mint a itteni gyerekek, és a szabadkígyós iskolába volt beiratkozva, és ugyanúgy jött haza, mint amikor az egyetemisták mennek vizsgázni. Januárban a félévi vizsgát letették, nyár előtt letette májusban az éves vizsgáját, úgyhogy sokkal előrébb haladtak a tanyagba. És ugye én ezt nem akartam, hogy Balázs ugyanezt átéljen, a szerencsétlen Bence, és nem szerencsétlen, hát a 8 általános iskolát 6 helyen végezte, és 2 évet volt magántanuló. Tehát nem igazán tudott kialakulni az a élete, hogy legyen barátja, legyen ez, legyen az, és úgy döntöttük inkább, hogy jöjjünk haza, és akkor nem minden a pénz, hazajöttünk, és akkor Tatabányára kerültem így. Oda kerültünk, de azért ne jöjjünk még haza, mert azt olvasom itt a papíromban, hogy Torony magasan vezeti a görög bajnoki gólvőistát. És azzal vívta ki az elismerést, hogy dobálta a gólokat. Megszámolatlanul. Na most hát ez hogy is van, meg ezek a blogok? Ez úgy volt, hogy a kerültünk, volt egy szerb gyerekkel voltam, a Blagojevics úgy hívják, ővel volt a nagy versengésben a góllövő listán Görögországban, és hát tényleg nagyon jól ment a játék. Hát 18 gólokat lőttem, 16-11 majdnem minden meccsen, és a utolsó forduló előtt 60 góllal, tehát 60 góllal előztem meg a második helyezett játékost. Ugye már akkor elkezdtek nekünk a tévébe ilyen tévés meccseket csinálni Görögországban, mivel szoktatták már az olimpiára az embereket, mert ugye Görögországban a kézilabda az 4. számú sportág. Tehát van a foci, a kosárlabda, röplabda, és akkor vízilabda, kézilabda, az körülbelül 4.-5., inkább így mondom. És ugye elkezdték, hogy jön a világverseny, nézze mindenki a világversenyt, elkezdték a kézilabdát is futtatni. És hát melyik meccsek mutassák, amilyenket mutatták, mert ugye nagyon jó volt a csapatunk. És volt egy nagyon-nagyon-nagyon jó élményem ebben kapcsolatban. Gondoltam, amikor a téma mondta, hogy így megismerik az embereket, a sportolókat, meg ez mindenhol így van. De ez hagyványzott volt, mert mentünk a feketerobi barátommal a két feleséggel, ő is a feleségével, én is a feleségével, a gyerekek nem is voltak ott. Bementünk Atén belvárosra, megnéztük az Akropoliszt, az őrségváltást, ezt-azt, és sétáltunk egyet a ligetbe, és mentünk bent a belváros kellős közepén a parlament mellett, volt egy virágbolt. És elkezdett szaladni egy ember, tehát én csak néztem, mondom, atya úristen, és odajött hozzám, és mondta, hogy Mohácsi Árpád? Árpád Mohácsi? Igen, és mondta, hogy látott a tévében, hú, és akkor a két lánynak adott egyet szár rózsát, és mondta, hogy gratulál, ó, szuper, és akkor a mai napig így ezen gondolkoztam, hogy pedig Atén nem kisváros, hogy az embert még ott is megismerik. Hát főleg, hogyha mi lenne, hogyha focista lettem volna, vagy nem tudom. Hát de lehet, hogy Aténban is mindenki néz a tévét, nézi munkahelyet, nem tudom. Hát elképzelhető, mert mondod, tehát ők mindenre ráérnek. Igen, nyugdíjasak az aténiek, akkor görögök, akkor biztos a tévét is nézik. Lehet, lehet. Olyat is hallottam, lehet, hogy tőled, hogy 10 polgári címet is kaptam. Igen, igen, pont... Pontosan, hogy mondtam. Ez úgy volt, amikor megnyertük a görög bajnokságot, én gólkirály lettem, meg a görög kupát, meg utána engem választottak a legjobb külföldi kézilabdázónak. Akkor a polgármestertől egy ilyen gesztus jelleggel, tehát nem csak kimondottan én, mégis nem Atén díszpolgára, Aténnak ennek a kerületnek a díszpolgára, de hát majdnem ugyanaz végül is, mert ott voltunk a főkerületben, és kaptunk egy gyönyörű oklevelet, meg egy ilyen díszpolgári elismerést. Tehát azért, mert azt a Vironas város résznek a csapatát idáig juttattuk el, és akkor ott megkaptuk a polgármestertől ezt a díszpolgárt. Ez örökös, nem visszavonható. Nem, ez itt van nálam, nem is tudom pontosan, hogy most meg tudnám-e mutatni, mert lehet, hogy itt van a szekrényemben, de nem vagyok benne biztos, de ez nem ez örökös, tehát ezt nem mondják vissza, ezt megkaptuk plakettel, le van rendesen oklevéllel, úgyhogy. Jó, hát véget ért a görög turné, a görög boldogság, és visszakerültél Magyarországra. Mint hogy elmondtad az okokat, hogy miért kerültél vissza, és itt bekerültél Tatabányán. Hát igen, Tatabányán tudod, ennek a tradíciónak óriási, tehát a Marosi Lacival én játszottam, aki többszörös világválogatott volt, Lemgóban megnyert majdnem mindent.
A Dunai városban, amikor oda kerültem, akkor ő miattam hagyta úgymond abba a kézilabdát, mert tehát ő hatalmas átlövő volt már még akkor is. Csak játszadott, meghúzódott, elszakadt az Achillesze, és az Achillesz műtét után visszajött, mert egy hatalmas sportember, és játszott még, de már nem volt fiatal. Ugye én oda kerültem, és azt soha nem felejtem el, voltunk egy meccset játszottunk, és nem úgy ment Lacinak a játék, hogy kellett volna, és az edző még se engem játszatott, hanem őt játszotta, mivel hát ő neki nagyobb neve volt még akkor, mint nekem. És annyit mondott a meccs után, odajött belem, ahogy bentünk tusolni, odajött a tusolóba mellém, és beszélgettünk, és annyit mondott, hogy most abba adtam a kézilabdát ma, és te hidd el, hogy pótolni fogsz bármibe. Ez nekem nagyon jól esett, de én mondtam neki, hogy most emiatt ne hagyja abba, meg próbáltam. Én azt hittem, csak ilyen viccként mondja ezt. És fölmentünk a banketre, mert ugye minden meccs után volt nagy hagyomány, volt föl kellett, mert nem kötelező jelleggel kellett fölmenni, nem kellett ott maradni órákat, egy üdítőt, egy sört, vagy akármit meccs után megittál, megbeszélted, hogy mi probléma volt a meccsen, vagy éppen most miért nyertünk. És ugye fölment az egész csapat, megvárta a vezetőket, és felállt. Kiállt középre, és azt mondta, hogy ő ma befejezte a kézilabdás pályafutását, és ott az utódja Mohács Árpád, és én így le voltam döbbenve, és akkor jöttem rá, hogy én nem viccelt a tusolóban, hanem ő ezt teljesen komolyan gondolta. És akkor Tatabányára, amikor hallotta, hogy én haza akarok jönni Athénból, ő Tatabányán már akkor elnöki posztban volt, tehát ilyen elnök helyettes volt, felhívott kint Tatabányáról, hogy szeretné az ő csapatába játszanék jövőre, és akkor odaigazoltam. Csak ugye mindenhol, tehát amikor ebbe a 2006 körül jöttünk haza, ott ugye már kézilabdában nagyon bejött ez a gazdasági hanyatlás, még akkor nem volt ilyen gazdasági válság, és inkább azt mondom hanyatlás. És ugye mindenhol megvoltak az elején a pénzek. Jöttek az eredmények, jöttek, és utána mondták, hogy nincs pénz. És akkor tudod, csinálj valamit, akkor menjél másik csapathoz. De hova? De hát ott a családban beköltöző, megszokta egy környezetet. Ugye megint a gyereknek új baráti kör, pakolj. Ezt azt mondom neked, hogy nagyon-nagyon sok mindent ad ez a kézilabda, meg én mondom is mindenkinek, hogy ez nem annyira fenékig telefül ez, mint aki lát, aki nem lát bele igazából, mert cigány élet ez azért. Tehát most ha azt mondom neked, hogy 2 évig vagy egy helyen, megint költözöl 2 évig, és neked nincs szombatod, neked nincs vasárnapod, neked nincs semmi, mert ha nem éppen a csapatoddal vagy, akkor mész a válogatottba. Ugye de a válogatott az úgy szokott lenni, mikor a csapat már nem edz, akkor elmész a válogatottba edzeni, és akkor ilyen 2 hetes, 3 hetes pihenőid voltak nyáron. De akkor se hagyhatod abba, tehát te is láttál, többször találkoztunk úgy, hogy futottam, mert muszáj volt futni, mert nem hagyhatod abba, mert meg volt mondva, hogy visszamenjünk, akkor ez meg ez az alapozás lesz, tehát neked szinten kell tartod magad egész évben, és hát ugye és akkor Tatabányára kerültem, nagyon jó volt, de ugye ott is már a vége fele elkezdett a pénz, ugye pénz, és akkor behívták az úgymond, már akkor már én ilyen öregebb játékosnak számoltam, behívták az öregebb játékosokat, ugye én voltam az utolsó, aki még úgy ott volt, ilyen öregebb, és akkor mondták, hogy hát nagyon szépen köszönjük, de hát nem tudnak mit csinálni, nem tudják állni ezt a pénzt. Jó, senkivel nem váltunk el, ugye senki nem égetik maga föl a hidat, mert ki tudja az élet mit hoz még, hogy mikor mehetek én oda vissza, még akár edzőként, vagy akár. És akkor eljöttem Tatabányáról, elterültem Szászhalombattára. Szászhalombattán megint ugyanez, nagyon jó az elején, és a legvégén ugye a MOL nem tudta állni a pénzt. Kilépett, mert ő úgy gondolta, hogy most akkor inkább egy röbbi csapatba, vagy inkább egy pesti csapatba rakja a pénzét, nem Szászhalombattára. Akkor Szászhalombattára megint lépni kellett. Hova lépjünk? Akkor a család már akkor külön jött haza, mert akkor mondták, hogy ők már nem fognak költözgetni. És hazajöttek a család hazajött, és sajnos én ott egy másfél évet játszottam úgy, hogy ingáztam Balatonfüred és Újkígyós között, ami szerintem nem egy leányáló senkinek, mert a család itthon volt, amikor 2 hónapig nem tudtam hazajönni, volt, amikor 1 hétig nem tudtam hazajönni, 2 hétig, tehát ez borzasztó. És ugye a gyerekek nőttek, de viszont pénzt kellett keresni, mert a 2 gyerek meg már felnőtt. Úgyhogy ez így... Balatonfüred után Békést látok. Igen, az már, tehát úgy van itt a szintek, hogy van az NB1 ugye mindenhol, a kézilabdában, ott csak profiként tudsz keresni. Utána van az NB1B, ahol
még mindig profi vagy, de már az se teljesen ugyanaz, mert ugye csak heti négyet edzel, nem edzel délután, mint a NB1-ben, tehát már nem csak ebből élsz, és nem tudsz annyi pénzt keresni ott, hogy az teljesen mindenre elég legyen. Tehát ott meg mellette keresned kell valami mást. És akkor itt volt Békésen, még úgy egy jó ajánlatot kaptam, ott 3 évig voltam, és most jöttem el Békésről, mert egy az, hogy tehát ott is ugyanaz, amit mondtam, hogy itt a Békés, meg főleg a hatványozódik az, hogy ők elkezdtek egy utánpótlás építést. Tehát az úgymond öregebb játékosokat már nem becsülték meg annyira, hanem inkább a fiatalokkal megyünk, inkább nekik adjuk a pénzt, mert nekik még nem kell annyi pénzt adni, mert ugye ők örülnek kevesebb pénznek is, mert még tanulnak, meg diákok. És akkor úgy döntöttem, hogy akkor felállok én is, meg volt egy sérülésem is, ami nem jó különösen egy sérülés sohasem. Tehát nem volt komoly sérülésem, úgymond az NBA-ben jó volt egy-kettő, de itt Békésen már jött az, hogy itt oldalról ráugrott a gyerek a lábomra, eltört a bokám. Akkor a lövés közben, amit az NBA-ben el nem tudsz képzelni, mert mindenki tudja azt, hogy te ebből élsz. Itt megfogták lövés közben a vállamat, kiugrott a vállam, ilyen 50%-os ficam volt benne, hál' Istennek nem lett komoly, mert nem szakadt el. És akkor eljöttem új ki gyorsra, ugye ahonnan indul az ember, oda szokott visszajönni, és akkor most itt új ki gyorsan játszadozom. De hát ez már, ha azt lehet mondani, teljesen amatőr szint, mert ugye mindenki munka után elmegy, barátok vagyunk, jól érzik magunkat, ez egy NB2, és akkor itt játszadozom most. Hogy érzed magad most itt a nagy kerülők után új ki gyorsan? Fura, mert mindenki megkérdezte tőlem, hogy miért jössz haza, miért nem telepedsz le valahol. Azért, az ember azért csak ahonnan elindult, én azt mondom, itt vannak a barátaim, itt van a nővérem, itt van a bátyám, ugye a nővérem még új kigyorsan laknak, bátyám még Gyulán, de nem lehet ezt úgy csinálni, hogy nem ide jössz meg. Tehát azt mondom, innen indultunk el, ide jöttünk vissza. Érdekes. Neked nem kell bemutatnom a kigyorsi embereket, ugye, itt fura emberek volt, nehéz volt visszaszokni, úgymond, mert a nagy nyüzsgő életből nagyon-nagyon nehéz visszaszokni. Hogyha azt nézed, egy aténi élet után, vagy egy katari élet után, vagy akár Veszprém, akár, tehát azt mondod, hogy visszajössz ide új kígyósra, azért meglepődik az ember, de én nagyon jól érzem magam. Őszintén megmondom neked, jól érzem magam, hogy próbálok bekapcsolódni ebbe a kulturális életbe, úgymond itt új kígyóson. Próbálok mindenben segíteni, például most is lesz ez a Gajbalapok, rendezünk egy focitornát, beszéltük, hogy kitaláltam, van egy ötletem, amit remélem, hogy sikerül megvalósítani. Beszéltem már Nagy Lacékkal, itt lesz az augusztus 20-ai program, 19-ére még nincs igazából olyan program, ami jó lenne, és kitaláltunk egy olyat, hogy találtam, hogy meghívok embereket, aki nagyon neves ember. Nagy Lacira gondoltam, már beszéltem is vele, Mikrárolira, a Harsányi Gerire, a jobbszősek, mind nagyon-nagyon jó barátaim, és meghívom őket egy ilyen gála mérkőzés szerűre, amit el szeretnék érni. Keresem is hozzá, így voltam már egy-két embernél szponzor, mondták, hogy mindenben segítenek, főleg ha ezek a nagy nevek lejönnek, akkor bármit kérhetek. Nem lenne ez olyan, mert én arra gondoltam, hogy ebből nem maradjanak ki se a kicsik, se a nagyok, se a nők, se a mérkőzés, van női szakág is itt új kigyorsan. Tehát ez maga egy kézilabda gála lenne. Én úgy gondoltam, hogy a kis szivacs kézilabdásoktól ez óriási élmény lenne, hogy a nagy lacék ott lenne, és előttük tudnának játszani. És akkor elindulnánk a kicsiktől, reggel mondjuk 8 órától, és majd este, ami nekem a csúcs meccsnek számítana, ugye, aki elkerült innen új kigyorsról, NB1-es játékos, tehát aki NB1-be játszott válogatottba, én gondolok az Aratót, amire az előbb mondta, Vólent Jani, Balog Józsi, Fekete Laci, Mukira. Ezzel a csapattal és Nagy Lacékkal kiegészülve játszanánk egyet a úgymond öreg fiúkkal, akik itt életükben elértek, és úgy érzem, hogy nincsenek annyira kiemelve még mindig ebbe a sportéletbe. Egyetlen egy NB1-B-s csapat volt itt, a Vidalaci féle. Kolarovszki Misi volt az edző, ugye még akkor Skala játszott, akkor Ubi. Az a nagy csapat, ezt nem kell senkinek bemutatni, csak az a baj, hogy nekünk, a mikorosztályunknak nem kell bemutatni. Ha ezt elmondod most például nekik, fogalmuk sincs, hogy ki volt ez, holott itt új kigyorson
ők teremtettek egy olyan hagyományt, amire mindenki felnézett, abban a TS korszakban NB1-B-s csapata volt úgy kígyósnak, ami nem semmi dolog szerintem. És akkor erre még meghívnék, én arra is gondoltam, meg beszéltem is már vele, például a Kimpián Jani. Tehát ezek a fiatalok is tudják már meg, hogy kik ezek az emberek, mert ugye neked nem kell elmondanom, hogyha azt mondom, hogy Kimpián Jani, hogy ő ki. De itt már most mondom, tehát a én korosztályomban is igazából megmondod, hogy Kimpián Jani, és akkor megkérdezik, hogy ki az. Ugye ő azért innen megye egyből, az körülbelül akkora lépés volt, mint körülbelül nekem, amikor elmentem a Tromosba, Csabáron, csak ő megye egyből került el, akkor NB1-B-s ajkába, ahol húzó ember volt. Szerintem az nem semmi dolog. És én egy ilyen kis gálára gondoltam, Zolinak tetszett az ötlet, hál' Istennek, azt mondta, hogy ő támogatja ezt, én ezt szervezem meg. Ugye 19-én még nem is volt olyan főprogram, azt mondta, hogy ez lehetne a főprogram, és én utána úgy gondoltam, hogy egy közös kajára, mondjuk a Gazdakör, vagy akárhol, ezeket a... és akkor el lehetne nosztalgiázni egy sör mellett, kész a meccs után. Ez volt jó helyben még esetleg utolsó gondolat, hogy én megkérdezem tőled, hogy mi az, amit szeretnél elmondani, és nem kerül szóba. Nem, én azt hiszem, így ez így, amit összeállított, ez tökéletes, meg én is, amiről beszéltem, szerintem ez a pályafutásom körülbelül így alakult, meg azt még nem szeretném, hogy így legyen vége, mert itt azért kígyóson nekem lenne egy-két ötletem. Tehát most nem tudom, hogy Lacival mi lesz, és Kalicki Lacival, mert ő mondta, hogy akar most egy évet pihenni, gondolom bele van ő fáradva már ebbe, mert az ő is ment mindenfele, meg azért neki hatalmas, tehát kétszer akkor a felelőssége van, mert ő a csapat első embere, tehát ő szerzi össze a kis csapatát, és azért nem semmi, amit elért szerintem a Szegeddel, úgyhogy fel annyi támogatást nem kapott, mint a Veszprém. Én beszéltem már vele is, meg azért emberek vannak, azért olyan szponzor lehetőségek vannak itt új kígyósan, nem azt mondom, hogy NB1-B-s csapatot. Én azt dolgozni fogok rajta, aztán összejön, vagy nem jön össze, azt nem tudom, hogy legyen egy olyan közösség megint, mint ami régen volt, mert abban öröm volt járni arra a betonpályára, és ugye most már itt a terem, egy szép termünk van, akkor töltse meg az a kígyós ember, legyen ott, akár úgy, hogy én vagyok az edző, akár úgy, hogy nem, a vólegyeni. De az, hogy jöjjenek vissza az emberek, és akár a gyerekek is, hogy ne innen vigyék el a gyerekeket, hanem inkább ide hozzák a gyerekeket. Mondjuk egy Skalicki Laci, hogyha ebbe vállalna a szerepet, még ez nincs konkrétan meg, de ezek a tervek szerintem ez nagyon jó lenne, és akkor azt mondom, hogy ne innen vigyék el a gyerekeket állandóan, hanem adjon új kígyós megint játékosokat. Tehát ez a... Ez az Ati, ehhez kaptuk a díszpolgári. Ez a díszpolgári. Meg a kupa. Meg a kupa, igen. Meg a két, olyan tanányér, meg a kupa. Meg a... Egy harminkok voltunk. Igen. Látok még itt a szekrénybe sok. Igen. A sokat nem, de többet. Igen, itt vannak a... Vannak úgymond tényleg csak az ilyen... Ez például a három, amikor háromszoros megy a gól király cím. Mert igazából fönt vannak a padláson az összes ilyen, mert egy nagy dobozban, amit költözgettünk állandóan, és ami ugye ez az ezüst, ami szerintem ez a... Ez az egy legnagyobb egészségügyi szempontból, hogy létezik a... Egy, amikor diatistál, 2000 évben, amikor én voltam a legjobb játékosnak, választottak a férfiak között. Ebben az évben Radulovics volt a nőknél. Szerintem elkezd kézilabdázni, annak ez egy... Az a tévben, tényleg választanak a legjobb, aki azt mondja, hogy... Ez a legjobb. Ez a legjobb.